12 órás tárgyalást követően az uniós vezetők az éjszaka megállapodtak a gázárak leszorítását célzó intézkedésekről. A zárónyilatkozat szerint azonnali prioritás a háztartások és a vállalkozások védelme. Megállapodásra jutottak az energiaárak leszorításáról az uniós tagállamok vezetői brüsszeli csúcs találkozójukon, jelentette be az Európai Tanács elnöke péntek hajnalban a belga fővárosban. Charles Michel a kétnaposra tervezett találkozó első munkanapját követő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az energiaügyekkel kapcsolatban az egység és a tagállamok közötti szolidaritás érvényesült. Erős, egyöntetű elhatározás van arra vonatkozóan, hogy dolgozzunk együtt, cselekedjünk együtt Európában három síkon. Az árak leszorítása, a kínálat szélesítése és az energiakereslet csökkentése terén. Láthatják, hogy intézkedéscsomaggal rendelkezünk, és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezek meghozzák a kívánt hatást. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen közölte, a tagállami vezetők megegyeztek uniós keret létrehozásáról a villamos energiatermelésben alkalmazott gáz árplafonjának meghatározására. Olaf Scholz német kancellár megjegyezte, ha az energiaügyekért felelős minisztereknek nem sikerül néhány héten belül tisztázniuk a most elfogadott javaslatok részleteit, lehetséges, hogy az Európai Tanácsnak néhány héten belül újabb, soron kívüli csúcs találkozót kell összehívnia. Az uniós csúcs energiaügyekkel foglalkozó megbeszélésének záró nyilatkozata szerint azonnali prioritás a háztartások és a vállalkozások védelme, az unió globális versenyképességének megőrzése. Az Európai Tanács szolidaritást szorgalmaz a tagállamok között arra az esetre, ha nemzeti, regionális és uniós szinten akadozna vagy teljesen leállna az energiaellátás. Klaus Johannis államfő a találkozót megelőző brüsszeli sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, a tervezett intézkedésekkel védeni kívánják a tagállamokat és enyhíteni az energiaválság hatásait. Egyfajta gázársapkáról beszélünk, ami nem nehezíti meg a szolgáltatók helyzetét, azonban megelőzi azt, hogy túl nagy árak jelenjenek meg. Ugyanakkor szó van a földgáz és a villamos energia árának szétválasztásáról is. Orbán Viktor magyar miniszterelnök péntek hajnali Facebook üzenetében közölte, Magyarország mentesítést kapott a gázársapka alól.